Hát ez a borha ott jól élt, jó konyhára került, mint csak nőtt, nőtt, nőtt. Díjnyertes mesemondó előadását mutatta be a bátacéki Pécsi Laura, az idei Fiatalok a Városért átadón. Az általános iskolás lány otthonosan mozog a közönség előtt, hiszen balettozik és társas táncol is, ezek mellett pedig kiváló a tanulmányi eredménye. Én a táncot a Szekszárdon kezdtem, balettoztam, és 7 éves koromig táncoltam ott, aztán kiiratkoztam, és átjöttem bátacékre táncolni. És elkezdtem néptáncolni, meg bestriktimezni, és nekem ezek nagyon tetszenek. Bátaszéken már évtizedes hagyománya van annak, hogy a városvezetése karácsony előtt elismeri a legkiemelkedőbb teljesítmény nyújtó diákok munkáját. Idén összesen 30-an vehették át a Fiatalok a Városért díjat. Ők kimagasló tanulmányi és sporteredményeket értek el. Hát ez a köszönet egy kicsit rajtuk keresztül szól a szülőknek, akik mögöttük vannak, és támogatják ezeket a fiatalokat, hogy bontogassák a szárnyaikat. Szól egy kicsit a felkészítőjüknek, tanároknak, táncoktatójuknak, akik mind-mind segítik, hogy meg tudják mutatni a tehetségüket az adott területen. És hát kicsit abban reménykedünk, hogy ebből hosszú távon a városunk is tud profitálni. Hagyomány az is, hogy a bátaszéknek legtöbbet segítő mecénást is díjjal ismerik el ezen az alkalmon. Azt az elismerést idén Tar Jánosnak, a Tar Kft. Ügyvezetőjének ítélték oda.